Szeretettel köszöntöm a keresztény testvéreket Böjt 6. vasárnapján, virágvasárnap. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Te benned bíztak atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem. Könyörülj rajtam és adj szolgálatra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk meg egyszülött fiad megváltó szenvedéséről, és így elnyerjük bűneink bocsánatát, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, amelyet egyházunk virágvasárnapra, oltár előtti felolvasásra kijelölt. Isten igéjét megírva találjuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, a 2. fejezet 5. versétől a 11. versig tartó szakaszt a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, valljuk meg közösen hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a Böjt 6. vasárnapjára ige hirdetési alapigeként kijelölt szakaszt, amelyet megírva találunk János evangéliumában, a 12. fejezet 12. versétől a 19. versig a következőképpen. Másnap, amikor az ünnepre érkezős nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva, felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek a Krisztus Jézusban, a húsvétot megelőző hosszú böjti időszak legkedvesebbnek, legörömteliknek tartott napjához érkeztünk. Ez a virágvasárnap. Jézus Krisztus szeretettel övezett, örömteli megérkezése a Szent Városba, akit a tömeg királyként fogad. És a jelen körülményei között talán még jobban vágynánk egy hasonló, felhőtlennek tűnő közös ünneplése, amikor az együtt örvendező tömeggel tartva szabadon, mindenféle rossz érzés nélkül örülhetnénk együtt. Most azonban úgy tűnik, hogy marad a szűk körű ünneplés. A belül megélt ünnep, ami első hallásra hát elég rosszul hangzik. Ám ahogyan az eddig megszokott családias együttlétek, rokonlátogatások, nagy ünnepi készülődés, a nagy ünnepi istentiszteletek egyfajta hagyományos keretet adtak az ünnepnek, amire rá tudunk készülni, amelyekben már könnyedén eligazodunk. Ugyanakkor a mostani körülmények közt a szűk körben megélt ünnep is kínálja a maga lehetőségeit. Felkínálja például azt, hogy könnyebben észrevegyük azokat a vonásokat, szokatlan, oda nem illő elemeket, amelyek belezavarnak a képbe. És ezek miatt Jézus örömteli bevonulásának olvasásakor, vagy a történet meghallgatásakor többször is rossz érzés fogja el az olvasót, ige hallgatót. Valami olyasmi érzés ez, aminek az érzékeltetése például a filmesek eszköztárában is gyakran szerepel. Ilyenkor a filmben jellemzően lelassul a jelenet, és miközben látjuk az éjjelző, újjongó tömeget, a kamera valójában egy olyan szemét, vagy egy olyan csoportot követ, akik valami rendszerint szörnyű dologra készülnek. És bizony, ez a kedves epizód, az örömteli bevonulás is
magán hordozza ezt a nagyon felemás érzést. Valahogy nem akar stimmelni ez az egész. Ott van például mindjárt ez a furcsa jelenet a szamár csikún való megérkezése. Hát ennél jobban talán nem is tudnánk kizökkenteni a tömeget, akik várnak a dicsőséges bevonulásra. Várják ezt az élményt is, meglátják a szamár csikón érkező Jézust. Azt gondolhatnánk, valóban ennél jobban kizökkenteni a tömeget nem is lehet. És vajon Jézus nem tudta volna, hogy egy királynak hogyan illik megjelennie az alattvaló előtt? És vajon az evangélisták, akik a történetet továbbadták, nem tudták, hogy talán kicsit nem ártana úgymond csiszolni a sztorin, és egy kicsit alakítani rajta, hogy az utókor valóban királyt lásson Jézus Krisztusban? És megvolt a lehetőség. Hiszen eleve ott van a lehetőség abban, hogy az egész történet mögött egy ősi jóslat áll. És ez egy izgalmas téma mindig, ezt jól lehet színezni. Ebből többet is ki lehet hozni, hogy az ősi jóslat így szól. Így van. És épp ezért történik minden úgy, ahogyan történnie kell. És nem úgy, ahogyan akár mi magunk is a jelenben elvárnánk, pont azért történik minden úgy, ahogy, mert így szól az ősi jóslat. És hogy miért éppen szamár csikóra ő Jézus? Nem csak azért, mert így szól a jóslat. Valóban a szamár csikó épp hogy elbír egy felnőtt ember. De ha belegondolunk, és valóban el is olvassuk a proféciát, az ősi jóslatot, rögtön világos lesz, hogy miért ül Jézus épp egy szamár csikóra. Az ő érkezése fontos. Az ő királynak kiáró fogadtatása is fontos. És ehhez hozzátartozik, hogy nem a saját lábán érkezik, hanem hátasán ülve elvonul a tömeg előtt. Mégis ebben az egész epizódban a legfontosabb az, hogy mind a Jézust üdvözlő tömeg, mind pedig a mindenkori igehallgatók, olvasók előtt világos legyen, a béke uralma az, amit Jézus Krisztus elhoz. A béke uralma az, amelyet Krisztus elhoz. Nem vágtáz a serege élén, nem cicomázza fel szeretett lovát és kíséretét, és főleg nem emberek hordozta trónon érkezik, amely jellegzetességek mind-mind általában az uralkodó félelmetes voltát igyekeztek kidomborítani. És Jézus még ezeknek a lehetőségéről is lemond. Amikor Zakariás proféciájának a lényegét megmutatva, hangsúlyozva, megérkezik Jeruzsálembe. Az ember ugyan lehet báránybőrbe bújt farkas. Az egyház, a keresztény közösségek is lehetnek hiteltelenek. Képmutatók. De Krisztus uralma akkor is a békére és Isten szeretetére épül. És hát ezért nem ennyire kellendő ez az uralkodási forma. Hát hogyan építhetné valaki az uralmát a szeretetre, meg a békére? Ennek semmi értelme. Ezt az embert el kell távolítani. Méghozzá minél hamarabb. És hát valóban vannak is, akik ezen mesterkednek, míg a tömeg újjunk. Ott vannak tehát a történetben ezek a józan,
két lábbal a földön járó jeruzsálemi vezetők. Azonban éppen ők, akik jól tudják, hogy hogyan kell kiépíteni a hatalmat, akik tisztában vannak vele, hogy milyen eszközei vannak egy uralkodónak a hatalom megtartására, ők mégis megijednek, hogy talán valamit nem jól tudunk. Eddig talán vakok voltunk. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ követi őt. Valójában azonban nem kellett sokáig bánkódniuk, hamar megnyugodhattak Jeruzsálem vezetői. A jeruzsálemiek hamar elpártoltak Jézustól. Az ujjongó tömegből alig maradt valaki, nagypéntekre pedig jóformán már senki. Még azok sem, akik az Úr tanítványai voltak, még Péter is megtagadta őt. Hát akkor valami mégsem működött. Valami nem stimmelt. De működött, és működik is. Átjött az, amit Krisztus üzenni akart. Olyannyira, hogy ez az üzenet most is, a jelenben is terjed, megosztásra kerül. Ma is erősen elgondolkoztat sokakat, hogy tényleg szeretnénk, ha azok szabályai szerint kellene élni, akik gyilkos indulatot tápláltak egy olyan isteni bölcsességet szóló tanító ellen, aki csodás gyógyításaival, halottak életre keltésével késztetett tömegeket arra, hogy az átélt csodák hatására dicsőítsék Istent. Tényleg szeretnénk az ő szabályaik szerint élni. Tényleg nem akarjuk érteni, hogy miért járt a Krisztusnak a királyi fogadtatás. Pedig a virágvasárnapi események egyik fő célja, hogy saját magunk mondjuk ki ezeket átélve, hogy én is örömmel várom az Urat, aki számomra is olyan, mint Jézus Krisztus. Szelíd, békességet hozó, akinek uralma egy szeretetteljes, hívogató, befogadó közösség által valósul meg. Én is erre vágyom. Én is ennek akarok a tevékeny részese lenni. Én is Krisztust vallom Úrnak mindenek felett. Mert való igaz, közvetlenül a dicsőséges bevonulást követően nem nagyon volt, aki megmaradt Krisztus mellett. Még a szűkebb tanítványi kör is elbukott. De hát még hátra volt a húsvét. Pontosabban a húsvét hajnala, amikor ez az egész bevonulás történet is értelmet nyer. Mert Jézus jelei és csodái egyértelművé tették addig is, hogy őt nem lehet beilleszteni a királyok, tanítók, papok sorába. Mert ő teljesen másként tanít, másként szól. Ő úgy tanít, és úgy szól, és úgy cselekszik, mint akinek valósággal hatalma van. És nem igaz, hogy nem tudjuk, hogy miért Krisztus uralkodása a helyes. Mert ezt még az akkori jeruzsálemi vezetők is tudták, és nem is mondták kétségbe annak helyességét. Jézus Krisztus pedig mindmáig milliók követik. Ráadásul nem úgy követik, mint a jelen, javarészt 15 perc hírnévre hitelesített hangadóit, véleményformálóit, hanem Krisztus mellett egy életen át, nehézségek, betegség, gyász és egyéb próbák közepette is sokan megmaradnak. És nem is véletlenül. Mert az általa mutatott út
kiútat jelent a nyomorúságból, a bajokból, félelmekből, különösen is a halálfélelemből. És lehet, hogy az idei nagy hét és a húsvéti ünnep nem lesz olyan mozgalmas, mint ami erre terveztük. Lehet, hogy sokaknak hiányozni fognak a családi találkozások, a gyülekezeti közös ünneplés, a közös meghitt úrvacsora vétel. De amire talán úgy gondolunk, hogy idén elveszik, azt igazából mégis könnyebb lesz pótolni. Azt azonban a kényszerű, egymástól javarészt önként vállalt távolságtartás nem gátolja. Hogy Jézus Krisztusról szívből úgy valljunk, mint aki Úrként érkezik meg hozzánk. És saját magunk is úgy érezzük, nem tudunk mást mondani, mint azt, amit a Krisztust fogadó tömeg. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Amen. A Magyarországi Evangélikus Egyház erre az esztendőre meghirdette az úrvacsora évét, melynek keretében minden közös alkalmon szeretnénk együtt gondolkodni arról, hogy mit jelent számunkra Krisztus értünk hozott áldozatából való részesedés. Az úrvacsoráról szóló rövid tanítás erre a vasárnapra a következő. Az úrvacsorai oltár és az örökké valóságban a királyi mennyegző ugyanaz az asztal. A két végén ülünk, amíg itt lévők és azok, akik előre mentek. Mindazok, akik nem utasították vissza, Jézus meg nem érdemelt, de személy szerint érvényes meghívását. Most pedig hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük Jézusunk, hogy alázatos királyként jöttél a világba, hogy szolgálatodban mutasd meg Isten irántunk való szeretetét. Segítsd meg egyházadat, hogy az alázat és a szolgálat útján járjon. Őrizd meg minket attól, hogy dicsőségre és gazdagságra törekedjünk. Szabadíts meg az indulatosságtól és a keserűségtől, amikor azt tapasztaljuk, hogy környezetünkben elutasítják vagy kigúnyolják a te küldetésed életújító erejét. Úr Jézus Krisztus, áldjunk téged végtelen szeretetedért, amellyel szerettél minket, bűnösöket, amikor megaláztad magad és engedelmes voltál mind halálig, mind pedig a kereszt halálig. Áldunk, hogy viseled betegségeinket, hordozod fájdalmainkat, és magadra veszed bűneink büntetését, hogy sebeid által meggyógyuljunk, és békességünk legyen. Köszönjük, hogy gondviselő jóságodat tudhatjuk a világ és személyes életünk mögött. Hallgass meg most közös imádságunkat, amikor mindazt, ami szívünkben van, így tesszük le eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az Úr áldását.
Istennek népe! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.